Az ország legjobb kerekesszékes kosárlabda csapatai találkoztak vasárnap Miskolcon. A Városi Szabadidőközpont adott otthont a bajnokság 5. fordulójának. A körmérkőzéses lebonyolítású bajnoki fordulóban egy nagyon értékes és egy papírforma sikert is elkönyvelhetett a DVTK. 1, 2, 3... Diósgyőr! Nem csak a csatakiáltás, hanem a mérkőzések is kitűnően sikerültek a pirosmezes DVTK-nak, a játékosok maximális produkcióval rukkoltak elő a pontvadászatban. Ezúttal a Miskolc Városi Szabadidőközpont adott otthont a kerekesszékes kosárlabda bajnokság újabb, azaz 5. fordulójának. A speciális lebonyolítás értelmében körmérkőzéses hétvégig adják az adott forduló mérkőzéseit, így a házigazda DVTK először a lista vezető budapesti törekvés együttesét fogadta. Már a bajnoki elején pont előnyt alakított ki a miskolci csapat, és ezt komoly küzdelemben sikerült végig megtartania. Ennek okán pedig nagyon értékes siker lett a vége, DVTK törekvés 42-37. És már az elején azért nagyon jól elkaptuk a fonalat, végigvezettünk, minket is meglepett, hogy kicsit azért dekoncentrál volt a Pest. Ugye a legjobb játékosuk, a Farkas Laci, a 13-as alig dobott pontot, ugye nagyon jól tudtuk fogni őket, és mi tényleg szerintem a védekezés volt a kulcspont, főleg az első fél időben. Nagyon jól összeszokottan játszottunk, a támadás is, ugye úgy a kosarak is jöttek, így egy hatalmas kalapot szereztünk, nagy győzelem. Segített a hazai pálya, de természetesen a remekül kosárlabdázó csapati a dicséret, ennek köszönhető az értékes siker. Értékelte együttese győzelmét a vezetőedző. Már sikerült a kupába Veszprémben, mikor második helyezést értünk el, és bejutottunk a döntőbe, már egyszer megvertük a törekvést. Ez a második győzelmünk a hosszú-hosszú évek alatt, úgyhogy feltétlenül nagyon-nagyon boldog vagyok. Ezek után a bajnoki újonc Pécs ellen folytatták a piros mezesek, és igazolva a papírformát, második mérkőzésüket is megnyerték 75-36-ra. A DVTK még egyszer otthont ad majd a körmérkőzéses hétvégének, méghozzá az érmekről, helyezésekről döntő utolsó fordulónak május 17-én.